Házhábúztok! Niki, én akkor érkezek, amikor csak akarok. És ja, most. Most jutottam gép közelbe. Hello! Okay. Most már jó. Na, sziasztok! Hello! Szia Riku, szia Riku, szia Bálint, szia Hori, szia Kiflikém. Igen, ilyenkor kell állni, valami baj van vele. Riku a játékban 30 FPS-es cap van. Szerinted? Szerinted? Szia Angi, szia Levike, szia Zoda, szia Edina, szia mindenki. Istvánunk, remélem majd sikeresen befut. Na, hát mondtam, hogy 10 után jövök. 19% teljesítve a játékban? Nagyon nem durva. Mi? Ne várjunk. Kaland folytatása. Egyes slot. Betöltés befejeződött. Igen. Jó, oké. Okay. Azt hittem már hirtelen, hogy új játékot kezdünk. Szia Petya! Szia Panna! Na. Jött számolni, mit? Majd megy a Discord. Ó, vanyek, linked még egyszer, igen. Riku. Na, mondjad. Tanítasz nekünk valamit? Jó éjszakát annak, aki esetleg alszik. Jó éjszakát, Bajuszka. Szia, Danuszika. Tanítasz neked valamit, Dini. Taníts nekünk valami izgalmasat, Harry. Vagy kitalálok valamit. Ugyan már, Harry. Csak tudsz valamit, amit megtanulhatunk. Azt hiszem, én tudok egy varázsigét. Mit szólnál ehhez, Harry? Na, mutasd, Hermione. Nem ezt használtad a trimágus tusán? Azt írja, célozz a pálcáddal, majd mozgasd így a pálcádat, és mondd reduktó. Igen. Jó. Riku, ide a chatbe, még egyszer. Reduktó. Igen. Fiat Gini reduktó. Na jó, vagy. Zseniális! Ha Freddel és Georgeal nősz fel, egy kis robbantgatás nem okozhat gondot. Jól van. Ki tudja úgy megcsinálni mindig. Köszönöm, Harry. Ó, édesanyám. Jaj, Riku egyszer megnézem, de amit tényleg? Várj, így kezdik. Rosszabb itt a hajó töröttek. De jó, hagyjuk idét kifelé. Inkább, mielőtt még bármi baj történt a reduktó után. Igen. Micsoda titkos ajtó. Ja, várj, ilyenkor eltűnik? Nem. Pedig úgy lenne menő. Na, szóval ugye meg kell össze kell gyűjtenünk az embereket még továbbra is. Aztán valamire kell menni. Igen, Riku. 30 FPS-es kép. Elnézést, használhatom az egérutadat? Légy szíves. Ó, nem, velem kell beszélned, ha használni szeretnéd az egérutat. Úgy érted, velem kell beszélnie. Egyikötök sem tudja, miről beszél. Beszélhetek mindannyiótokkal? Igen. De az nem vezet semmi jóra. Ha rájönnél, hol vagyunk, beengednélek. Meg kell, hogy keresselek? Rendben. Anyám, szia Dört, hello! Preparo! Jó. Szóval akkor igazából csalingázzunk körbe-körbe Roxfordba, és akkor ha találunk embereket, akkor az jó. Mert lehetséges, hogy a térkép is jelzi őket. Úristen, mennyi folyosó! Itt voltam az előbb is, de eltévedtem. Ó, itt még nem jártam, ez biztos. Persze, Mario. Olyan olajos a kezem, hogy
hogy nem bírom feloldani a telefonot, majd megkapod, oké? Okay? Most nem. Majd stream után, csak ne felejtsem el. Na most merre kell menni? Háromszor mostam kezdet és kromfekete a kezem. Nagyon figyeljetek ide, ez legyen a mai este tanulsága. Az olajpumpa olajos. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Sosem felejtsétek el. Meg kellett keresnem. Azt feladatot kaptam, hogy keresem meg az olajpumpát. 10 ládágyi alkatrészből. És hát... Úgy gondolom mindegyik ilyen... Vagy... Külön jelz az embereket. Ó, ez túl egyszerű. Na mindegy. Aztán nagy nehezen sikerült. Azt megfogtam és... Megkeményedett olaj, ami rajta, vagy nem tudom. Adj minden nap rá időt, hogy rímbeszed. Hello, használhatnám az egész utat. Keresd meg a háromarcú embert. Ő megmondja, mit hozzá nekem. Mit jelentsen ez? Oké. Ma délután Köcskeméten jártam. Aztán vittük a blokkot. És nem várt fordulatot, és hagytuk. Hú, de hangos, bocsi, de még mindig nincsen csirke hang. Ez még mindig problémázik el. Dave, ha ott van, Cody, üzenem neki, hogy én is felraktam a KD logot, csak KD csapat néven. Geri, nincs itt. Viszont, hát nincs itt. Szóval nem tudom most, hogy továbbítsam neki hirtelen. De köszi szépen. Jó hangzik. Azt hiszem ezt föl kell emelni. Vagy... Jó, oké. CSKP! Kecske mondi, ennyi. Az vízipipa az egy ilyen... Elmegy dolog. Nem tudom. Van füstje, meg illata. Igazából ennyi. Szivácskék, köszi szépen, Danuzika, szivácskéket, köszi szépen a Lucot, illetve Edina, neked is köszi szépen a Lucot. Ja igen, tehát, hogy ott hagytuk Kecskeméten a Subaru blokkját, és hát, ja. Tökre pozitívan fogadták. És egy akkora műhely, mint ide Buda. Nagyon durva. És 8-an bent, nyomják. Már csak az előtérbe lévő alkatrészekből össze lehet rakni három Subarut, tele turbókkal, hajtókar, dugattyú, minden komplet alkatrészek, és így tökre mondták, megnézik, szétszedik minden. Tökre megörültem. Hello! Szia, Harry! Hallom, találtatok egy helyet a DS találkozókra. Mi? Ezt titokban kell tartani. Semmi gond. Ernie-től hallottam, ő meg Neville-től. Akkor ott találkozunk, oké? Okay? Hogy találom meg a szükség szobáját? Menj fel a hetedikre, és gondolj arra, mennyire szükséged van a szobára. Akkor megjelenik az ajtó. Oké. Okay. Nem tudom, Terry és Michael. Inkább szóljatok nekik. Hello? És én arra gondolok, mennyire szükségem van a Subarura, akkor beindul, vagy mi? Cho Chang. A vagóházban van. Azt hiszem, ott valami romi pillanat. Ment Harry között. Számmi... Hogy mit mondtál? Számmisztika? Anyád az, mit dumálsz? Menj a sárvérű haverjaidhoz! Szerinted mi a válasz? Fú... Megnézhetem a könyvedet. Jó, nézd meg! Kidobtam volna innen az óra. Helységből, így hirtelen. Valamiért olyan érzésem, hogy itt lehet valamit csinálni. De hogy mit is, hogy azt nem tudom. Jó egy nyiló, jó éjszakát! Milyen óra lesz? Elveszett az óra rendben. Na várj, nem erre. Ez a GPS tökre izé, 102 kis kutyát ittítja eszembe. Csak a tappancsok vannak. Petya, az milyen király lenne már? Az, amíg suliba jártam, az sokszor szívesen használtam volna. És sokszor
Volt, hogy olyan erősen gondoltam már a WC-re, hogy majdnem megjelent. Bár... meg szerencsére nem hittem azt, hogy megjelent, aztán... na mindegy, érted. Ott van Terry, szóljunk neki a találkozóról. Ott golyóznak a srácok. Hogy néz ki ez úgy, undorító? Azért így lenne valamit csinálni vele. Ezzel mit tudok én még? Elfelejtettem a orrásodokat egy kicsit. Azért még nagyjából vágom. Harry milyen kis szorgalmas. Körtéket gyűjt, meg ilyenek. Igen. Hello! Hello, Harry! Hallottam, hogy találtál egy jó DS találkozóhelyet. Mindenki tud a tiszta gansz. Tényleg megöltél egy baziliszkus Dumbledore kardjával? Varázsolni tanulunk, nem vívni. Oké. Lehet, hogy Michael és Anthony nem tudsz. Elbántam a kígyóval. Viszlát! Tényleg pont tegnap milyen nap volt? Úristen, mindegy, hagyjuk. Szóval vagy tegnap előtt megnéztem a Harry Potter 2-nek a végét, és már megvettem a harmadik részt is. Megvan. Most már csak meg kell nézni. Már belekezdtem, az első 10 percig eljutottam. Az is valami. Na, 5. szint. Nem... Rico, ez nem ganz, mert nem cigizik minden ember az utváron. Sok új látnivaló van a titkos szobánkban, Harry. Uh-huh. Oké. Okay. Ez a pad, ez mi? Na mindegy, azt tudom, hogy itt... van itten még dolog. Mi az a bejátszás? Wow! Ez a bejátszás, ez kellett, amúgy nem láttam ezt a hidat ebből a szemszögből. Persze, Petya, igen. Ne. Hova gondolsz? Indító! Jó! Hirtelen ráfogtam Hermione-re a pálcát. Jó, nem a grafikáért szeretjük ezt a játékot. De úgy na. Van fű, meg fa. Az a táj. Wow. Hány titkos átjáró lehet szerinted a Roxfordban? Fogadok, hogy több ezer. Aha, ezt itt el kell tüzelni. Pirionincio, na várj, ez melyik? Ja, az így, fölle, igen. Ezt megígyeztem. Megcsináljuk. Csináljuk meg! Haj, de utálom ezt a varázsigét! Haj, mit kétszere... Persze nőjé ki újra, nyugodtan. Elrohad a kezem. Pontosan, lehet lenne rosszabb is. Előrelépés az előző részhez képest mindenféleképpen. Csináljátok már ti is! Csináljuk együtt! Most kicsiket kell mozgatni, vagy nagyokat? Vagy mi ennek a trükkje? Én nem értem. Mint ilyen fa fűrészelősen, mint a fát fűrészelnél. Jó hosszút. Elejét és a végét is. Még fatarom mindig nyakon csapott, amikor nem húztam végig a fűrészt, csak így a közepét. Az hülyeség. Végig kell húzni, előre, hátra, előre. Mekkora egérpad kell ehhez? Ezt nem hiszem el. Valami nem jó. És most mindenki csinálja otthon. Ezt nem hiszem el. 4 ember kell hozzá, írja. Akkor menjünk be.
olyan kisbetűkkel volt kiírva, hát most ezt ki látná meg? Jó, hagy... jó, nem történt semmi. Ketten a bagolyházban. Játszunk bagyosat. Hát ha Fritz erre jár. Fritz a pincében van. Pár elsős rókázó rákcsát vett, és az egész helyiséget tele. Au! Kifelé, Ron. Ez mire volt jó? Hozzá se értél. Hermione a nézésével ver. Ó, oh, szia, Harry. Hogy mint? Jól. Van új őrző a Gryffindorban? Igen, a barátom, Ron Weasley. A tornádok utálom. Az az erőltetett beszéd. Az csomagot küldesz? Igen, anyu születésnapi ajándéka. De elfelejtettem megcímezni. A bagoly meg felrepült oda, és nem akar lejönni. Leszedem neked. Wow. Jött Harry. A magasi fiú leszedi, leszedi csónak. Kész szépen, Geri, egyébként a csirkét is itt szóltál. Igen. Na várjál, az ott az. Mit keres nála egy szívecske? Szívecske és bombon. Most az az, vagy fönt van, vagy hol? Na várj! Lehet, hogy most már Csó fog nekem segíteni kint a fát leizelni? Van benne valami. Ugye nem bírunk bemenni. Közel értél valamihez. Mihez? Mit írt ki? Közel értél valami, fel vagy lemászhatsz. Nagyon vicces. Most striptizelni akarsz azon a rúdon, vagy mi? Most mi a rák van? Gyere ide! Egy csicsit bagoly! Mi az, hogy majdnem? Négy csicsit egy töglött bagoly se! Szép! Köszi szépen! Hát az hülye vagy! Mindjárt megvan a bagoly! Si tudom, hol van ez a szerencsétlen! Mi van? Szóval... Gyerünk, Harry, sikerülni fog. Gyere, te meg! Utánam! Harry a hős! Csak lassan! Voldemort, ha megküzdöttél, ez már csak nem fog rajtad kifogni. Bagolja, csak elebánsz, Harry fiú. Jó lesz, csak én addig szomjan döglök. Nagyon kedves vagy, Harry. Hát tudom. Azt rönzetlenül csinálom, mi? Nagyon hálás vagyok. Komolyan körbe másztam. Semmiért. Hallott, hogy tudsz lebegni, miért nem szóltál? Ja, ez nem is lebeg. Ó, anya. Jó, most már mindent értek. Ez mi volt? Oh my. Meg lesz, megjöttem el, oké. Na szóval, ott van ez a pusztulat. Na. Jó, én itt kezdve csinálnom. Oké. Tipikus nő. Itt szaladgálok, mint valami hülye gyerek, ő meg egy harki tartás, Harry. Én szurkolok. Szevasz, atya. Ó, menj már. Ha megint körbe kell mennem. Addig énekeljünk, vagy valami. Vigyázz. Semmibe. Tiltakozok, Panna, tiltakozok.
Még jó, hogy Hagrid nem lát. Miért mi baj lenne, hogyha látna Hagrid? Mit nem lát Hagrid? Nem örülné, hogyha még itt lenne egy szőrös állat? Szia Dave, meddig tart? Zoli? Nem tudom, nagyjából éjfélig. Annyira kis gitartón nézőt szenvedek. Hát, nagyon jó. Gyere vissza! Hős vagy, Harry. Hős vagy. Voldemortot legyőzöd, de csajozásba. Seg hülye vagy. Ó, még reparó. Reparó! Jó lesz, jó lesz. Jól megy neked a bájolás, Harry. Izé, kösz. Bájolás? Micsoda? Ez nem lett egy legendás lények gondozás. Mi megy nekem jól? Harry, miért ment bele a kezed a falba? Jól van, ügyes vagy. Ja, lehet, hogy büdös vagyok, vagy nem tudom. Sűs meg a fal. Hogy került ide egy doboz, az eddig nem volt itt? Jó, tovább, már nem fogsz leesni, nem kell. Mennyi, Harry. Nagyon jó vagy. Csap! Csap ki magadat a rúdra, Harry! Gyerünk, mutasd meg Csónak, hogy kell ezt csinálni. Csak így tovább, Harry. És a legvégén, mikor már körbe repült az egész bagolyházat, fogadjunk leszámolni valahova és megengedi, hogy elkapjam. Gyere ide! Oda középre fog beszállni. Ó, majdnem. Aha. Kösz, Harry. Aha. Nagyon kedves. Most meg már érdekes, nem megy el. Nincs mit. Kellemes társaság vagy, Harry. Kösz, már mint te is. Azt gondoltam, hogy Igen? Hogy volna kedved Marietát is elhozni a találkozóra? A szükség... Most elmondom a Romi szöveget! Igen. Persze. Jó. My life, my life. Akkor viszlát. Igen, persze. Komolyan, akkor viszlát! Mi ment, hogy? Ó, semmi. Néha össze-vissza beszélsz Hermione. Te meg olyan érzékeny vagy, mint egy teáskanál, Ronald. Ez a... Arra gondoltam, hogy mire gondoltál? Donétszene? Utána mit hallok legközelebb? Na akkor majd legközelebb, Harry. És ugye egy... Hát... Mit mondtak egymásnak? És ő még elmaradt a donétszene, szóval ez bepótoljuk egy pillanat. A manuális módon. A manuális módon, de egy múltkor is. Várjál, nem úgy kell, nem úgy kell. Pillanat. Minden legnagyobb rendben egyébként, tehát hogy ezt így kell csinálni. Minden nagy streamer itt csinálja. Manuálisan benyomja a feliratkozó zenét, hogyha éppenséggel valaki feliratkozik. Ezen nem kell semmit meglepődni. Azért dubálok ennyit, mert éppen lefagyott a Windows. Á, megvan, oké. Okay. Kösz szépen a feliratkozást, kedves Gobakika, kösz szépen a feliratkozásodat, kösz szépen a támogatást. Üdv a Ropik között, jó szórakozást a streamekhez. Remélem szereted a végigjátszásokat, mert abból van itt elég. És. Most már van KD-s emojid, kevesebb reklámod, meg ilyen apróságok. Kösz szépen. Valaki nem akar beállni így negyediknek varázsláshoz. Minden rendben. Halló, bagoly. Halló. A csodába, ez nehezebb, mint gondoltam. Nézd meg a térképen, hogy ki van még hátra. Na szóval, miről beszéltek? Nem hallottuk a zenét. Mikor? Ja, az már régen. Igen. El is gondoltam egyébként, Kodi, de jó az. Kép, óhe. Bocs. Szóval mit beszéltek Csóval, hogy mi lesz?
Elmennek csocsózni, vagy mi? Ha! Á! Valaki Hagrid fele van. Ha jól látom. Tűzvarázsló. Az. Jaa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 
Ez meg lehet dobálni embereket? Hello! Szia kisjány! Arra gondoltam, hogy szerinted ez a kő, ez fáj, ha neked megy. Ez nem talált. Mi volt ez a hang? Szerintem ez vadfoghagyma. Köszönjük, Harry. Ez nagyon érdekfeszítő volt. Szerintem ez vadfoghagyma. Nagyon ügyes vagy, Harry. Ott van Ernie. Szóljunk a DS találkozóról. Megtámad, érted? Rendesen a torkodnak ugrik, olyan vad. Ájj, viszket a lábom! Érted, még Horvátban megcsípett a szúnyog, azóta viszket. Hé, Ernie, van egy hely, ahol a DS gyakorlat. De szép. Sajnos arcod van. Piton házi feladatát csinálom. Ti már végeztetek vele? Melyik? Hogy írjam ezt körül? Hozzá valamit leszerezni a holnapi órára. Harry, te még nem szedted össze őket. Mikor kellett volna? Ott a többi házi feladat, Umbridge büntetése, ráadásul sötét varázslatok kivédésére is tanítalak benneteket. Nem érgelődj! Keres öt vadfoghagymát, és egy mandragóra gyöveret. Én megkeresem neked a többit. Mint egy hólapáttal megdolgozták volna az arcát. Ma megint a melegház. Látszik az arcán. Direkt oda küld engem, ott fog engem várni. Ott meg ott a vadfoghagymát. Meg lesznek a foghagymák, ugye, Harry? Lopjunk már tököt, hallod? Meg lesznek a vadfoghagymák, ne domáljál már annyit. Egy vadfoghagyma megvan, még négy. Az kitépte tőből. Akkor mit tettem a bájitalomba az előző órán? Ó, Ron, ezért lett az italod narancsszínű. Most kussoljatok már! Jókat ütött az útbe. Oké. Okay. Mi csinál Hagrid? Vacsorát? What is this? Oh! Akkor ezt hagytam ott a izé, a galambházban. Nagyon jó, most már nagyon jó tudni. Depulzó! Indító! Bekopogunk Hagridhoz. Mekkora tökeid vannak, Hagrid? Erre mi van? Szóval akkor kell mennünk a melegházba. Erre mi van? Mit ez nem a tiéd. Ó, ez a csaj. Ez egy régi sárkány ketrec. Maybe. Oh. Szia, Ron! Jöttél letetni a tesztrálókat? Mi az a tesztrál? Oda fenn! Van helyünk, ahol a sötét varázslatok kivédése csoport találkozhat. Nem mehetek, amíg a csikó nem evett. De nagyon félénk. Nem jön le, amíg a nagyok fenn vannak. Oké, etessük meg őket. Vigyük a tisztás legmagasabb pontjára az ételt. Mm.
dolgozom! Nem mondod, hogy... Kidding me. Wingardium Leviosa! Ó, te szerencse csomag! Gyere vissza! Jó lenne, Ron. Epic taktikám van. Ne féljetek. Kicsit! Nem most kellene ezt a hülye szöveget még mondanod, én úgy érzem. Remélem hozott egy ugrató. Hogy még jobban megguruljon. Emeld fel a húst. Olyan hasznos információkat nyögnek be, komolyan. Ó, banyek! Nézd, mindjárt lejönnek. Biztos érzik a vérszakot. Hogy néz ez ki? El tudsz akkor jönni a DS találkozóra? Amit csak akarsz. Ez a lány Dilis. Kell ez nekünk? Kell ez nekünk, játszol. Te se kell lesz. Mégis itt vagy. Na. Jó kérdés, mikor szállnom magamat rá WoW-ra. Majd, ha úgy érzem. Szóval... azt mondod... Wingardium Leviosa! Wuff! A kutya örült. Hagrid, kell a tököm? Hát szerintem nem mondta kompatibilis ez a... ez szerintem föntre. Mindenképpen jó, akkor hozok még neked izét. A gyökeret. Hogy már 6 darab legyen itt. Nem mondott kajak! 6-ot láttunk idefelé, Hermione, ne legyél már annyira okos. Nem lesznek a fokhagymák, ugye, Harry? Csodás, Harry, már csak 2 kell. Tudjuk, hogy jobb vagy számmisztikából, Hermione, de 5-ig mi is tudunk számolni. Számmisztika? Vagy mi a? Mivel gondolod? Annyira okos vagy. Egy kell. Emlékszik valakinek egy szükséges összetevőre? Hú, megfejelem. Meg lesznek a fokhagymák, ugye, Harry? A fokhagymák megvannak. De a mandragóra gyökér még hátra van. Piton aztán sosem ad könnyű házítni. Menjünk a gyógynövényt a melegházba. Jaj, köpkövezek egyet. Az ott a... azok a golyók, ugye? Amik, amit ott az udvaron toltak, ugye? Főudvarba. Havi 12 szombaton lesz, úgy néz ki nagyon-nagyon nagy valószínűséggel, mondjuk azt. Itt volt egy olyan doboz valahol. És azóta eltűnt. Nem is itt volt. Emlékeztek itt egy olyanra? Majd sakkozni majd a rész végén. Meg kell vernem azt a szemetet. Beszót. Mintha itt láttam volna. Bent volt. Aha. Talán itt? Hmm. Talán ott a peremen kellett végigmenni? Peremen kellett végigmenni, érte? Az baj, nem emlékszem, mert azt nem vettem föl. Hello, Chard! Pokémon gózolt eleget. Ricsikém.
Igen, igen, én is a lépcsőn láttam, ha jól emlékszem. Őszintén nem tudom, na mindegy. Majd megnézzük. Vagy itt a lépcső? Nem. Majd megkeresik. Kiket hoztam? Embereket összehozni, mármint? Hogy érted, Sam? Cody, hogy örül, hogy van izéje ingyen? Fizette érte? Szakadjál meg. Nem úgy megy az. Igen, erre be. Azt hittem, az már foly. Hallották Rum legutóbbi meccséről? Hihetetlen srác. David, Vovr, amikor szállnod rá magad, amúgy pocsi, nagyon csíplak benneteket. Kösz szépen. Kösz szépen, Belfi. Nem tudom. Nem tudom, de tényleg. Szia Dave, Mizu, hogy vagy? Kollégabé, köszi szépen, jól vagyok. Bocsánat, hogy most, csak most értem ide, hát, ja. Mindegy, itt van két szívecske azért. Hát nem is ilyen régóta nyomjuk még. Szóval ez a köpkő? Vagy mi? És hogy került oda? Na, ez az? Szia Harry, játszanál egy köpkőpartit? Oké, játszunk. Játszottál már főköpkövet? Négy lehetőséged van, hogy a főköpkőhöz közel juss. Aki legközelebb ér, az nyer. Játszunk! Ó, igen, vágom. 20 hátra. Pöccintés. Mozgatás. Kamera. Jó. Szóval. VASD. Oké. Használd a hátra majd előre gombokat. Jó. Ciao Lorde! Oké. Hé! Nem is akartam még, várjál már! Mondjuk jó lett. Jó, hogy ezt ő... Ne. Minden világos. Plagy! Szép! Tudom. Szép vagyok. Hát de ez... Nek van valami taktikája. És még lekoccolja szexuálisan. Nem jó. Figyeld. Ráj meg! Mi ez a max erő? Ez mind? Ez az a Sin Creed 3-ban is van ilyen. Azt vágom. Jó volt! Tudom. Hehe, szar vagy! Nem szar vagy. Mit mondan az a szar? Jó. Ne! Oké. Taktika! Valahogy nem tudok olyan igazán erőteljeset belökni. Nem jó. Ez
nem jó. Na jó, nem tudom, hogy bírnem kilökni. Szia, tudsz akkor valamit havi 12-ről? És tiltakozom. Igen, elmentek szombat. Hú, most jól elkaptad. Mit? Akkor jó. Most akkor még... Játszanál egy köpkő partit? Tehát, hogy akkor háromszor kell elverni? Jó. Jó, igen, nem kell még egyszer tutoriálozni. Vagy nem ezt kell még egyszer levernem? Oké, ezt shared. Na, az figyeljétek! Turbo módra kapcsolunk. Hát ennyire futottam. Vagy mi, Rico? Nem is Panda szólt be, nem Rico. Jó volt! Na, örülök neki szém. Örülök, ha így van. Betya, most akkor ezt az embert kell legyőznöm háromszor? Ja, őt kell. Oké, okay, jó, jött a válasz. Oké, okay. Köszi. Nem, Rico, már megijedtem volna, ha nem szólnál be. Hoppá! Mi is a taktika? Jó volt! Akkor egy Érikó. Mondjuk csináljál valami finomat nekem is. És hozzad el. Várlak. És majdnem kimondtam a hátszámot. Az utcát. Az nem lenne egy életbiztosítás. Pakker, hogy körbevettük szegény fehéret. Körülötte csak a golyók vannak. Az úgy jó lesz. Jó volt. Ez Max. Hát jobb a temperőpöt szinteni. Nem tudom, nem megy. Vagy akkor csak előre tolja? Na várj, megnézem. Na várjunk, nem most teszelek inkább, amikor a döntő golyógurításom van. És mindent be kell vetnem. Ajjaj! Na most mi a szarva? Azért azt megnézném közelebbről, hogy ott mi is van. Jaj, ez beterített. Szia, Harry. Szia. Játszanál egy köpkő partit? Oké, okay, játszunk. Próbálj a főkő közelébe jutni. Vagy esetleg... Oké. Okay. Legyen, Panna, legyen! Mered?
Azt hiszem, hogy túllőttem a célom. Szép! Mi? Ez csak gyakorlás, de azt mondta, hogy háromszor kell levernem a srácot. Nem? És nem ez a harmadik? Már ő a hollóhátas. Na mindig, most már ezt lejátszom. Ne. Az előző jobb volt. Jó. Egy lényegében az győz, aki utoljára gurít, őszintén. De úgy élőben izgalmasabb lenne, amikor nem nehezebb célozni lényegében, de így, ja nem tudom. Már én most nem tudom, hogy csináltam azt a nagyon erőset hirtelen. Tehát... Hátra! És... Oké. Ubaz. Na várjunk. Szóval, tehát Petya, akkor gyorsan hátra, gyorsan előre, vagy lendületből hátra, mint hogyha így lendíteném. Tehát azt kell képzelni, mint hogyha... Igen! Azt a de jó vagyok, most komolyan. Megáll ez eszem magamtól. Jó volt! Tudom. Nyerte. Hú, most jól elkaptad. Megvan a három, és kaptam érte ilyen csillogó lószart, szóval végül is. Végül is elmondtam, meg volt. Zsír. Mik azok a... Ezek a falon. Igen, Mordekar, Hollowheart, Gryffindor. És ugye, nem ez a Hollowheart, ez pedig a Hugurabug. Ja. And now? Jó, akkor lehet, hogy ez csak így ennyi. Mondjuk, nem, mert még nem kaptam érte olyan kis... bogyót. Na mindegy, majd. Szóval. Kell a melegház. Ami nem melegház, hanem... Jó, hogy növénytan. Igen. De a világ másik... Tárgy megvizsgálása, értem. Köszi! Még több látnivaló van a szobában, amit találtunk, Harry. Bizonyára nagyon elfoglalt voltál. Pont annyira elfoglalt, hogy sajnos nem tudtam oda menni. Na jó, menjünk. Talán közben találkozunk valamelyik szerencsétlennel. Azt hiszem, én egyet elfelejtettem. Uh,
Ennek a gépigénye, hát... elég alacsonynak érzem. Ez nem tudom, hogy micsoda... egyébként... Én memória kártya, jól láttam? Lehet egyébként. Lángoló fülbemászó. Oh. Mindenütt vannak? Igen, tudjuk. Igen, és most... arra. Itt biztos lesz Mandragóra gyökér. Igen, Hermione, tudjuk. Itt a Mandragóra. Itt a Mandragóra gyökér. Igen, tudom! Többök egy gyerője. Erre szükség lesz, haver. Emlékez, mi történt Neville másodikban. Az vicces volt. Mi? Mondom, mi? Ezt már levehetjük! Nem kell kiabálni. Megvannak. Vigyük el Ördinek, hogy előkészíthessen. Hát de nem pont akkor kellnek, amikor sikítanak. Oké, gyögölöm. Potter, nem éppen. Weasley és Miss Granger, bízom benne, hogy jól álltok a leckével. Ne feledjétek, várom az öntrágyázó cserjétről szóló dolgozatot a holnapi órára. És talán nem kell emlékeztetnem titeket, hogy ez az RBF évetek. Nem bím, professzor. Hú, az... mi volt az? Talán nem kell emlékeztetnie, mintha elfelejthetnénk. Minden tanár ezt szajkózza minden órán. Hol találunk most egy könyvet az öntrágyázó cserjékről? Neville majd elmondja. Keressük meg. Gyerünk, Harry. Ez az a Potter! Külön van a házi feladat? Hírói Nícíó! Anyám, Steam-es játék? Nem. Hát, már nem gyártják. Várjál, kifelé, igen. Invito! Ja, tárgyak vizsgálata, igen. Nagyon fontos. Na, chat, mesélj! Nem Steam-es játék, nincs fenn Steam-e. Aha, ez emelhető. Wingardium Leviosa! Igen. Á, chat, király! Hát egy király vagy, nem király? Hát végül is ja. Hallottam, hogy Harry 20 dementorral küzdött el a játékot. Még 10-szer ennyit, chat, még 10-szer ennyit. Harcsa egy N betűvel kezdődő... N betűvel kezdődő... áruházban. Csakolom. Remélem, mindhárman elkészültek a házi feladatként kapott ellenvarázslat dolgozatokkal. Ne feledjék, az RBF vizsga eredménye meghatározza elkövetkező éveiket. Hát persze, professzor. Még egy ellenvarázslatot ellenőriznem kell, mielőtt beadom az esztémet. Ja, nekem is. Tudom, melyik könyv kell nekünk. Az átváltoztatásról haladóknak. De kivették a könyvtárból, úgyhogy meg kell keresnünk kinél. Szegény. Szegény Hermione. Na, Charl, erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Szóval mindenféleképpen majd tájékoztas. Iron Poca, kösz szépen a csirkét. Jó, szép estét neked is, Hát jó szórakozás a streamhez, kösz szépen a támogatást. Most a moziban tudtok ajánlani valami filmet? Egyébként. Most amik, azok közül, amik most mennek a moziban. Csokolom.
Ilyen hanggal sem ment még át rajtam szellem. Csodás napunk van ma. Indító. Jó. Baywatch. Nagyon leúzták el, mert tényleg Gru 3-nal tudom. Új pókember. Bajmok molygója, az már megvolt. A beszállító. Onnan is. Miért csinálják ezt? Ó, remek. Zachariah Smith. Neki is szóljunk a találkozóról. Igen, mivel tud róla, a DS-ben kell tartanunk. Sötét torony. Igazából majdnem az összes felecsoló valami meg. Nem érek rá, rengeteg feladatom van és első a tanulás. Azt hittem, te is így gondolod. Persze. Szóval, ha segítünk a házi feladatban, akkor eljössz? Mi? Cs. Úgy igen, de először kell egy példány a szörnyek szörnyű könyvéből. Jó, megszerezzük neked. Hermione. Csak nem azon ott hátul. Keresd meg a szörnyű könyvét. Mindjárt arcon csapja Ront. Indító! Depulzó! Wow! Hello! Ez az a részleg. A szörnyek szörnyű könyvének itt kell lennie. Az Zachariah. Szép volt. Vigyük el Zachariahnak. Nagyon nehéz ott megtalálni egyébként, tényleg. Tessék, a DS találkozó. Nem lehet, el vagyok havazva. De azt mondtad. Szerezzetek nekem Wiggenwald italt a kórház szánkból. Akkor talán jövök. Jó. Bűnös zsökér. Még követelőzik. Ha így folytatja, ő megy a kórház szán. Adom, Ron, adom. Ja, tényleg ennek a gerincét kell simogatni. Ja, az akivel már találkoztam, aha. Na várj, mi jöttünk ide? Az ember? Az emberért jöttünk ide? Nem is tudom már. De menjünk oda. Harminc levelet kell elküldene. Segítesz iskolai baglyokat keresni hozzájuk? Nem megy. Nem megy. Milyen cucc? Narkó? Van 500. Annabelle az. Persze. Ez a rák, amit kell csinálni. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Oh. Mik ezek a... Most mi lettek itt hirtelen ilyen... Érdekes. Na mindegy. Akkor egészségedre, Ricsi. Ó, ezek a sakbábúk. Ez a bástya. Balfék, Griffendélesek. Hogyne. Köszi Petya, de ne spoilerezz, majd hagyd gondolkozzak ezen a ezeken a szikriteken, mondjuk erre speciális, sabbidős életben, amit te mondanál. Szerintem.
De ezeket vagy találjam meg én. Majd ha már végképp feladom, majd akkor szólok. Ezzel felmosni lehet valahol, azt tudom. Igen. Ma olyan csukló mozgásom lesz ezektől az izétől. Lenyünk ezzel. Ó, már éjfél van. Ez komoly. Gyorsan telik az ide. Na, akkor sakkozunk egyet mindjárt. Később lesz óránk Sinister professzorral, igaz? Ez mi? Szia! Harry Potter ostoba! Nem téged akartalak. A diákok listája. Fussuk csak át. Wow. Ó, ez a nagy kapu. Viadukt. Ó, ja, tényleg erre is lehet megjönni. Ó. Ó, bocs. Na, valaki alacsonyabb, mint én, ez az! Zá. Nézd ezt a kilátást. Csodás, nem? Egészen Roxmorcig ellátni, ha nem lennének ott azok a fák. De hová tűnt Roxmorc? Igen. Azt nem mondta, hogy ez poén volt. Valaki ezt magyarázza meg, kérem. És miért okád a disznó tüzet? Ezeknek örülni kell, Panna. Ó, nem tudták volna meggyújtani mondjuk ezeket mások. Oké, okay, Spatya. Meg majd először gondolkozok. De... még egyenlőre nem tudom. %60, wow. Sokat tettem eddig azért a 60%-en. Mert ez egy tízokádó sárkány, ami disznó alakú. Bejárat előtti udvar. Jó, hogy itt vagyok. Ott van Susan. Szóljunk neki a szükségszobájáról. Mit csinál Crackkal és Monstróval? De beképzelt vagy a minisztériumi nagynénéd miatt. Apám szerint nagynénéd egy bajkeverő. Valaki majd Móresre tanítja. Hagyjál békén! Ja, ez az a gyökér, aki a pofámba kente, hogy izé, hogy degazzag lesz. Ron! Hé! Hey, Harry! Segíts! Ó, nézd, jöttek segíteni a kis barát. Hát jó. Rajta Potter! Most mit csinálsz? Hogy jutunk át? Használd a pálcádat. Átkozzuk meg őket. Kergessük el őket Susantól. Állítsuk a hátukba. Igen. Wow. Protégo! Na várjál! Azt a jó életbe! Na várjál, mi? Hogy van? Ezzel visszaverem, igen. Azaz lőd a másikat, hülye gyerek. Hú! Kelj már fel, Harry! Hozzulj meg! Mi van? Jó, most, igen. Ez mit csinál itt körülötte? Meg már... kidding me? Jó, hogy Madame Pomfrey arra járt. Ja, tűnjünk innen. De Pulzo! Ez nem az, aminek látszik. Szép volt, Harry. Hagyjál már! Most miért? Piro Inizio! Hogy figyel a Panna?
Ja. Jövünk majd még idején, úgy érzem. Nem. Tudom, undok alak, de a DS-ben kell tartanunk. Menj vissza és keresd meg azt az italt. El kell vinnünk az italt Zachariasnak, Harry. Call of Harry. Van néhány újdonságom számodra a titkos szobánkban, Harry. A többieket nem kell hoznod, ha nem akarod. Az a baj, hogy tudtam, hogyan kell varázsolni. Hirtelen. Bűbályok. Rontások. Kapitulátus, igen, az hátra, stupor az körbe. Ja, hát ezt előbb mondja. Harry a karbantartója. Megágyaz. Na, csak hozzá akarok. Hol a nagy terem? Verjük le a izét, a sakkbajnokot. Nagy terem. Azt kell ide. Mire kell az Zachariasnak? Kit érdekel? Irány a kor, szerezzük meg! Várjál, bakker, ott voltunk az előbb. Merre jöttem? Erre. Jöttem le lépcsőn? Ja, igen. Kórház, hát gyengélkedő, gondolom ott kell, nem? Itt. Eljünk utána a Wiggenwald italnak. Tuti nem ott van az asztalon. Valószínűleg. Ez az. És csak ez az egy ital van ide bent. Érdekes. Mi egy kicsit karban tartózunk, ha már jöttünk. Ha már visszajöttünk. Na, azt húzzuk ki. Úgy. Azt is. Azt is, tökéletes. 92, mit hagytam ki? Ó, ezt. 100%, ó, igen. Ja, igen. Ja. De Panna, ezt nem beszéltük meg. Hogyha, jó, oké, de akkor most már így állok hozzá, mert a múltkori nálat még nem úgy álltam hozzá. Mert akkor még, ha a múltkori nál is úgy állok hozzá, hogy plusz egy halál, hogyha veszitek, akkor még most gondolkoznak a harmadik lépésemen, szóval, jó. Te akartad. Te akartad, Panna? Rád fogjuk az egészet. Tudom, hogy éjfél van, nem kell lehúzni a játékot. Kidding me. Oké. Okay. Hát itt a csetem. Örülök. Epiart. Na most. Itt vergődik. Ugye azzal, hogy varázslati szintet lépek, növekedik a varázs erőm is, bármi, most őszintén. Már én nem nagyon érzem, hogy nagyobbat sebeznék, vagy mit tudom én, szóval értitek. Kazdani az maximum akkor lehet, hogyha nagyon hosszút írsz. Oké. Okay. Igen. Na, beszéljünk. Nyugi fiú, ki van ott? Harry Potter. Bátor fickó vagy, de csak azok léphetnek be, akik a hugrabuk színeit képviselik, vagy tudják a jelszót. Hugrabuk? Rendben. Hugrabuk. Hugrabug! Hello! Szia! Ah, még fe... Nem a bagoly házba. Nem. Nem. Milyen szólóba mondtuk már? Vagy dúóba. Nem tudom véletlenül Gifardebot festményének jelszavát. Azt mondta, segítenem kell egy hugrabugosnak. Hát, hallottam, hogy segítettél Cedricnek a trivágustusán. A jelszó sárkány tojás. Köszi! De aranyos.
akkor hagyd mondjam el neki. Csak lássa, hogy milyen menő vagyok. Sárkány tojás! Sárkány tojás! Hallom, hogy segítettél a Hugrabuk ház egyik tagján. Megérdemled a jutalmat, Potter úr. Fú, kecske magyi, hát nem tudom. Mindegyik jó, ugye maga... maga... módján, nem tudnék nagyon válaszolni közülük. Meg úgy nagyjából csak az első háromat vágom úgy igazán. Várjál, hát múltkor is itt játszottunk, nem itt kell sakkoznunk, hanem a könyvtárba. Na mindegy, akkor hogyha már legalább itt vagyunk, akkor... Oh. Azért tudtam én, hogy egy jó helyen voltunk mi ott. Hello, engedjétek már be! Na csak előtte vannak füzetek, tuti valami strébe. A tudományos bűbelt olvasod. Belenézhetek? Húha! Hogy ne nézhetnél? Már csak meg kell írni az eszét. Ó, az ég szerelmére! Egyszer már megírhatnátok a saját letkéteket. Csak én nem értettem ezt a beszélgetést. Ennél fogva, így tehát, végezetül. Kész. Vigyük a dolgozatokat Flitwick professzor úrhoz. Oké. Jó. Hát lusták voltak megcsinálni animációt, hogy érted, bármi is történjen. Láttam, mennyi házit adott meg Galagon? Szóval könyvtár. De jó, hogy onnan jöttük. De mindegy, legalább úgy is oda kell mennünk, mert oda kell vinnünk azt a... azt az italt. Szóval pont jó. Érdekes párbeszéd volt. Lesz az a rom. Mehet, hugrabugosok barátja. Hello. Szia. Pontosan. Igaz, amit rólad írtak a reggeli prófétában? Nem. Fred és George biztos egy vagyont keres. Miért te? Talán nem lesz ravaszuk, de értik a dolgukat. Láttad a fejnyelő fejfedőjüket? A szemfényvesztés. Semmi köze az igazi varázsláshoz. Micsoda? Jó. Ez számomra. Bezzek valami gyűrűkúrás utalás lenne, akkor egyből értenem. No. Éppen sakkozni készül. Professzor, elhoztuk a házi feladatunkat. Nagyszerű, Miss Granger, nagyszerű, bizonyára kiválóan sikerültek. Igen. Amikor bemegyünk a könyvtárba, próbálj udvarias lenni Zachariasszalról. Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxford egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Kezdődjék a küzdelem. Na, akkor ő a főbajnok, ugye? Jó, tudom. Na, nézzük. Na, várjál. Mit kell csinálni? Úgy azért ez egy eléggé durva dolog, hogy konkrétan gondolkodik a gép. Nyilván algoritmusok segítségével számolja ki azokat, amiket lép, de beszarás, hogy hogyan gondolkodik egy-egy. Mint hogyha néha lépek valamit, és mint hogyha tenne az ellen, amit én kitaláltam. Beszarás. Ez most mi volt jó? Undok. Hallod?
Ez valami nagyon állat. Ez széjjel csapkodja az embereimet. Királynő csere? Azt mondod? Annyira hülye nem vagyok. Annyira hülye még nem. Nagyon helyes. Kisfiam! Tudtolájed! Mi kisjányom, na. Viszont védeni kéne a sár. Először is. Aga. Mint ma anyádba! Te nekem te ne. Igen. Fogyjunk ezzel ellen, és tenni fog. És nem. Na most mi lesz, Puzi Rudi? Takarodj el innen? Wow. Azt a hű. Durva vagy. Azt most hova szarjak? Sok. Na jó, ez szép megmozdulás volt. Hallod, te menj már anyádba! Mi ez a vérengzés? Ez mi volt? Fasz. Hát de, a tervem tökélete. Hú, azt a jó életbe. Ez egy állat. Azt most jót érzel? Komolyan, én félek. Mit akar ezt csinálni már megint? Hát akkor már jó. Van egy rossz hírem. Sok mat. Figyelmeztettelek, hogy nehéz lesz, viszont egyáltalán nem volt rossz. Megpróbálod újra? Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxfort egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Kezdődjék a küzdelem. Akkor... Nyomjuk hajnalig. Mekkora gyökér.
Sok. Beszarok be, hogy ezek is kihozta. És kihozta mind a kettőt. Azt a jó életbe. Na ez durva. Ez nagyon durván leüti. Ha azt gondolnám, hogy beszorítom, ő leüti a rákba. Szegréti, jó ét. Megpróbálom megint. Azt, amit... Ja, nem. Ott nem tudom megpróbálni. Ott van a tetű. Ki kell hozni valamit. Why you do this? Ezt nem bírom leütni már. Beszarok. Hát én félek. Tudok sáncolni. Nem, miért nem? Na mindegy. Nagyon sok minden bent van. It's trap. Teljes mértékben. Kérlek, ne tegyél az ellen, hogy én most ezt a mozdulatot meg tudjam ellenet csinálni. Hát jó van, akkor rohagyj meg. Sok. Megért neked ez ennyit? Érdekes ifjú vagy te. Hogy szakadjon rád a... Igen... Igen... Micsoda mozdul... Mi van? Mi? Nem léphetik el a lóval, mert akkor sakba le... Én ezt meg fogom ölni.
Mekkora egy szarguriga. Ez komolyan mondom gondolkozik, ez ijesztő. Erre nem képer... Hozom Madame Zwickert. Mi? Azért, mert sakkozok, ne legyél már hülye. It's the rap. Ez hülyeség. Jó, hát az... Van, érdeked annyit, hogy te azt leüsd, tehát akkor üssed. Igen. Maybe... Kevesebb leszek egy parasztal, jó? Az is valami, nem? Jó. Sok. Miért nem vettem ezt észre, bakker? Miért nem? Te szemétláda. Te szemétláda. Takarodj a lovamtól! Kikészít? Kikészít? Ez állítólag egy könyvtár. Oké. Jó. Az a tüthető? Nem. Egy szaros futó. Jó, mondjuk én is ezt mondanám. Ez miért jött ide? Hogy le is jött. Hát jó. Beszarok. Beszarok, hogy ez miket csinál. És így most nem tudom leütni, mert... Mert akkor sakot adnak királyomnak. Undorító. Be fogja ide húzni, ami még rosszabb. Csend! Hozom Madame Zwickert! Amit idehozom, akkor be fogja ide húzni a futóját, ami gáz. De ha vele lépek rá, az jó. Ja, az jobb.
Oké. Ez hülye. Ennek senki sem, ennek semmi sem szent. Hogy rohagy meg? Fú, jó ét, Petya! Ekkora egy gyökeret. Bajban vagyunk. Eléggé nagy bajban. Nem nagyon van tervem. Meg kéne vinni egy bős palastot. Csak hol? És melyiket? Az a baj, nincsen rá. Nagyon kijelöltem, meg még annyian vannak nála is, hogy egyszerűen ezt bevinni. Azért fogy neki is a bábúja. Ó, nem is láttam, és akkor fog neki adni. Egy kis extra. Ez amit szeretné? Sok. Hagyjál már. Jövök ki a tervemből, szarul, érted? Ssss! Csend! Hozom Madame Zwickert! Azért ez így nem jó. Ez de szar. Hát ez full rip. Hi-ha. Hagyjad békén a parasztjaimat. Sok. Engem is. Ez egy gyökér. És bevédte a parasztját. Ezt nem hiszem el. Nem tudok mivel lépni.
Ajjaj. Ez de szar. Sokmat. Ez állítólag egy könyvtár. Figyelmeztettelek, hogy nehéz lesz, viszont egyáltalán nem volt rossz. Megpróbálod újra? Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxford egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Kezdődjék a küzdelem. Ez nagyon durva. Egyet hibázol, véged van. Ez nagyon durva. Valami jót lépni, érted? Valami ilyesit kéne, nem? Ez most ide ki fog ütni, én befonom a szemöldökömet. Azt hittem már, hogy tényleg. Vannak ilyen tök jó ötleteim, csak hát... Mintha a legkönnyebb dolog lenne a világom. Hagyjál már a lovaddal! Na várjál! Ez csak ott tudom megcsinálni, ha kihozta... Basszus, de hülye vagyok! Sok lépés sem ér. Talán nem fél egykor kell sakkozni. Ajaj. Nem tett ellene semmit. Innen lehet tudni, hogy fülyeség az, amit kitaláltam. Okay. Hát és akkor most itt van kint a hercegnőm. Akkor jó. Ezt be fogják répelni. Én csak attól fosok. Kéne innen engedni. Én most oda lépett? Miért? Talán ő se tudja. Csak random leüti, érted? De hogy miért? Nekem jó biznisz volt, a lovat annyira nem szeretem. Bár mondjuk, ha tudja az ember használni, akkor... Királynőt, királynői! Profik így nyomják, nem? Elmehetileg.
meglátjuk. Ó, Eminem köszi szépen Lucot, Edinak köszi szépen Lucot, Eminem köszi szépen Lucot, Edinak köszi szépen Lucot, Dominik köszi szépen Lucot. Jaj, hát el se meséltem, mi történt velem, Dave, a cségós fix 20 FPS-ből lett fix 60 FPS, egy új élőhely. Szívecskék, köszi szépen Kolgabi, na ennek örülök. Na, mit csináltál a gépeddel, Kolgabi, hogy lett? Nyúk is. FPS számod. Cségó, akkor... Donét? Hogy mi? Ó, bocsánatot kérek! Á! Nagy zék, köszi szépen a támogatást! Nem néztem, bocsi, nem figyeltem. Jól, nagyon bele vagyok a rivalságba. Jól hallom, azt mondja potato? Ja nem, progátó. Progátó. Azt mikor mondja? Köszi szépen, Nagy Z, de nem tudom mely, mire gondolsz. Pifit Retex. Jó. Ja, varázslatnál! Ja, potátó. Mint Kodi PC-je. Bár ha gondozná, simogatná meg ilyenek, akkor nem lenne ilyen. Nem mindegy. I don't know. Te mit csinálsz ezzel? Kérem vissza a királynőmet! Mire készülsz? Mire készülsz? Komolyan örülök, hogy még valahova tudok lépni szerencsétlen futóval. Sakkotod. Sakk. Ekkora gyökeret. Nem tud valami értelmeset lépni, erre leütt itt, csak úgy random. Ja, panna. És már nem hallható a dolog. Te mennyi el innem? Ez a gyökér. Ikaszi gyökér. Oké, értem én, hogy le kell ütni egymás bábúit, de hát... Ez így nem vicces. Hogy állunk? Bástya, bástya, ló. Futó, futó, bástya. Na azért én jobban állok, kérem szépen. Ez most mindenféleképpen pozitívum. Jó lenne elkezdeni kiirtani a büdös parasztjait. Valahogy okosan. Egy kis turpisságot találtam ki. Végre egyszer. Vagy mi? Ja nem, ebben nincsen semmi turpisság.
Hát ez szomorú. Na mindegy. Mit nem véd? Tetves lovát, de azt is a bástyával. A bástyát nem védi semmi. És az előtte lévő parasztot. Ó, de hát ezt 86 lépésből tudom megközelíteni. Szóval már sakkoztam életembe. De... Valahogy erre nem emlékszek. Már elnézést, de ilyenre nem emlékszek. Mi valami pörgőrugás volt ez, vagy mi? Van itt zárcsökkentés, minden. Hát jól van. Ha ő mondja. Érdekes. Vak. Egy evakáció. Én nem tudom. Ne várjál, ez hülyeség volt. Miért kell mindent mindennel védeni, meg még mellé hekkelni is? Azért ez undorító dolog. Ha én ide belépek, az nem is tudok. Takarod, hogy menjen a szarházi parasztjaiddal. És mindent levéd mindennel. Mindent is. Nagyon nem tetszik ez nekem. Úgy játszik, mint aki ura a helyzetnek. És ez ijesztő. Ez érdekes. És cserélgessek vele. Végülis akkor neki lesz egy lova, meg egy bástyája. Nekem pedig egy bástyám, egy futóm. Én abban több fantáziát látok. Most elgondolkodott az élete értelmén?
Egy újabb téma a Cségóban, nem tudom mi lett vele. Max egyik program letörlött sattól, de tudok végre játszani. Nem tudom. Nem tudom, Kolga, de örülök. Egy gépfejlesztés nélkül tényleg annyi FPS-ed lett, az... az érdekes. Az a baj, hogy... nincs ötletem. Semmi terv. És konkrétan fosok lépni. Nem tudom, hogy ki fog répelni. Kéne valamivel. Minden véd mindent. És ez itt a baj. Jó. Mit csinálott azzal a királya? Lépked oda-vissza? Jól látom. Ha mondjuk áthoznám őt, tehát egy kivá... mindent véd mindennel. Most az a bástya ott védetlen, meg az a bástya is ott védetlen. De az hogy lehetne kicsalni belőle, hogy... nincs nagyon rá tervem. Rá kéne venni, hogy hibázzam. Valahol végre be tudjak ütni, vagy valami. Túl csak a parasztja. Nem. Most ott oda a védelmem, igen. Na, ez jó nagy hülyeség volt. Most így mi nem lett védve? Most már az a par... de... BD bástyával. Hiába védekezek, mert ő is védekezik, és egyszerűen így most senki nem bír csinálni semmit, mert mindenki tökéletesen bevédekezett. Mi lenne akkor, hogyha vele előrébb mennék? Az legális? Ja. Na végre, valami történik. Tehát egy bástyádat, egy futómér. Jó. Jó. Az így nekem megfelel. Hülye vagy? Nem lesz ez egy jó kisfiam.
Nem, vele itt én nem igazán léptek. De mondanék rá valamit. Most itt az egész védelem fel fog bomlani. Ja, hülye vagyok. Ja. Ki nincsen védve? Egyben mindenki. Jó. És mindenki fehér nál, pedig csak vele tudok igazán mozogni. De ott van az ő parasztja. Pannál gyerek meg, és nem engedi a parasztjaimat. Jó, csinálj valamit. Rohadj meg. Mindig eljé. Ez a két rohadás bástya, amit leművel azzal, az valami undorító. Meg egy tetves sakkot nem bírok neki adni, érted? Most mit fog csinálni? Ezt a parasztomot megpróbálja levenni? Jó, akkor visszamegyek. Nézd meg! Terrorizál! Pálinkás, jó reggelt, áron paca. Neked is. Ez lelki terror! Most is fogok egyet lépni, és erre telibe szarja az egész törekvéseimet. Úristen. És még rosszabbul, mint gondoltam. Ha. Fogadjunk erre is, hogy lesz valami tetves lépése. Sok. Ha, hogy a VR-ról lenne. És kimentette. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Ez egyszerűen... Na végre! Elkezdődik Dávid igazi öldöklése. Kettőtöröm a széket, baszki! Sok.
Megfájdult a fejem. Ez mekkora tetves megmozdulás volt. És nézd meg. Elcseszi a játékomat. Pusztulj! Na mennyibe rohagy meg? Na mennyibe? És ez komoly? Aj, masszus. Egymás fogjuk kirépázni. Most mit csinálsz? Rogy meg! Igen, erre nem gondoltam. Erre nem gondoltam. Elfogytak a parasztjaim. És boldog vagy? És boldog vagy? Végre megmozdult a lóval is. Kis szarhaza. Jó, hogy levéted a parasztodat. Értem. Ja, legalább nem kell sok mindenre figyelni. Igen, ezt szeretem ilyenkor már, csak... Inkább figyelnék most sok mindenre, mint így. Ja, és itt a vége. Igen, azt nem mondtam el sem. Hagyj meg, így fogok mattot adni. Hagyjunk kezdődik. Miért nem mellé léptem? Új, de utállak! Ez vége. De, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, hogy nem bírsz mattot adni?
Gyere már! Ennek nagyon nem megy a mattadás. Sok matt. Jó, rohagyj meg. Nem rossz kísérlet, de még fejlődned kell. Azért próbáld meg újra. Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxfort egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Kezdődjék a küzdelem. Reményle már régen megdöglött. Kell valami jó terv. Ja, tényleg jó, hogy mondod, Panna. Panna, ez személyes ügy. Én nem tudok tudni aludni. A királynémet nem szabad elveszítenem. Ez fontos. És még öldökölni ezzel a lóval. Hát jutottunk. Ez lett volna az öldöklés, köszönöm szépen a figyelmet. És nem díleli el egy... Vicces helyzet kezd kialakulni. Te zarázi! Azzal nem merted, mi? Végre egy új... Ja. Most olyan jó lenne ide lépni, de nem! Mert Mr. Gyökérszájú ott van. És még oda se bírok, érted? Hát megbolondulok. Sok. Csak egy sok, érted? Mert neki attól nagyobb lesz. Főleg, hogy lány. És mi van? Te hagyjad már békén az én királynőmet. Királynő, hercegnőmet. Nagyon utállak. Höhö, egy pár visszamegy. Menjél Mariózni. Az! A lovamat védi valami? Nem, de most már védi. Te itt, te senki vagy. Te itt, te nekem, te ne! Menjél haza! Na. Pedig ma majdnem meglepődtem. Akkor most menjél haza. Na mi van, megijedtél? Fú. Na most ott mivel támadjak rá? Ha...
sakkot tudnék neki adni. Mondjuk most oda egy királynőbe belépni, ez tök jó lenne. Lenne. Most adtam el a lelkem. Tudod, hogy én szeretem a királynőt. Valahogy úgy kéne leszedni a királynőjét, hogy nekem megmaradjon. És erre nem benézem. Pedig már jól nekiálltam. Most agresszívba vágtam magamat, most azért nem mozog annyira ki. Mint eddig. Már lovam sincsen. Na, kezdődik. Az amikor már azt sem tudom, hova lépjek, mert minden védve van. Kör, mint amilyennek elképzeltem. Én mint ahogy akartam. Lóm is be van szorítva. Nagyon jó. És komolyan visszalépsz? Ennyit elég tőled? Na, de régen hallottam már ezt a szót Harry szájában. Az az egy paraszttal ölöm meg őket. Azzal veszem be őket. Na! Végre egy lépés, amit úgy látok, és esetleg még össze is jöhet. És már gondolkodik is egyből. Mit csinálja? Nézd meg. Mintha megérezte volna, hogy akarom a lovát. Az ijesztő. Még itt vagyok, Gabi, még itt vagyok. Ó, és még sakkot is adtam. Ó, hogy a ló. Akkor jó. Érez ennyit. A nagy szart. Na, mennyire az annyit. Oké, hogy remény hal meg utoljára, de ez már...
Van egy néha ad ötleteket, de... Most ő mit akar? Rájönni a bástyámra? Nem adom meg neki ezt az örömet. Olyan jól játszott kettő futóval, komolyan. Meg egy sakkot is úgy zárójelbe, érted? És még rossz helyre is lépek. Miért tud mindig olyat lépni pont véletlenül, ami neki rohadtul jó? Miért? Én meg miért nem? Csak ezt szeretném megkérdezni, kösz, hello. Takarodj el onnan azzal. Hagyjál már a sakjaiddal. És most beüt oda. Oké, tudom. Tudok kellene valamit tenni? Nem. Sok. Ezt kikészít. Sok. Igen, üsd le a parasztomat, nyugodtan. Sok. Elmész anyádba. Sok. Mondom. Pont ott a lova. Pont ott van. Érted? Sok. És pont védi azt is a lóval, pont védi azt is a lóval, és egyébként pont... És most kapok mattot. Most kapok egy tetves mattot. Végre már én is üthetek egy jót. Köszönöm szépen. Sok. Bevédte azt is, érted? Hát az kellett ide tényleg. Hiányzott. Fú, de idegesítő. Ez az ember. És be van védve neki. Kísérlet, de még fejlődned kell. Azért próbáld meg újra. Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxford egyik legjobb játékosa. Leszarom, tudod? Kezdődjék a küzdelem. Csak ma mindig az a szarral lép ki. Mindig. És ezzel az egy lépésével már az az egy parasztal elrontott az egész játékomat. Kész. Nem. De Rage-o-méter kell. Engem. Engem. Az, az lenne. Vigye el onnan azt a szart. Köszönöm. Ez az. Persze, persze, hogy... Mert megint dílozunk. Komolyan mondom, piacon nem biziszelnek ennyit, mint amennyit az a... Nem tudom, mit ez a lány csinál.
Un Dorito. Ezt nem hiszem el. Ilyen nincs a világom. Ilyen nincs a világom. Ilyen nincs. Figyelmeztetelek, hogy nehéz lesz. Viszont egyetlen nem volt rossz. Nem érdekel! Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxfort egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Kezdődjék a küzdelem. Felgyújtom az egész asztalt. Rágyújtom erre a szardarabra a Roxfortot. Hát, hogy lehet ilyen pofátlanul játszani? Hogy? Nézd meg, is bevédi a tetves parasztot, érted? Nem van szarva. Hogy egyetlen örömöm lett volna a játék során, hogy azt leütöm. Több tuti nem lett volna. Ez nem emberi. Ez nem. Figyelmeztetett, hogy nehéz lesz. Ja. Egyem meg. Persze, minek gondolkodok, hogyha ő úgyis lép rá valamit. Semmi értelme. De a billentyűzeten ki lehet tölteni a... Én csak szolidan elnyomtam a bejátszást, semmi több. Nem bántam én a billentyűzetet. Nem fogod leütni. Nem fogod leütni, ugye? Ugye, hogy nem fogod leütni? Nincs vér a pucádba. Ott volt egy parasztja, láttátok? Milyen vicces! Ez egy ilyen vicces paraszt voltam. Poézus paraszt. Ez pedig egy allegória, vagy mi a rák volt. Én vagyok a Roxfort egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Kezdődjék a küzdelem. Úgy érzem, most rád fér a motiváció. Szóval, ne add fel, lenni fog az úgyis ennél nehezebb fejtéreket is megfejtettél már. Este igyák, kezd szépen, Skippy. Próbálok hinni, és ez. Ezt a boxzsákot én most elásnám szerintem. Nem ütném, elástam abban a pillanatban. És te mi az? Mi a jó anyádat csinálsz itt? Hanyadszorra csinálj meg velem ugyanezt a lépést? Hanyadszorra? Már nem tudom számolni. Nem rossz kísérlet, de még fejlődned kell. Azért próbálj. Az a baj, már nem bírok figyelni. Igen, szeretnék sakkozni, de figyelmeztetlek, hogy én vagyok a Roxfort egyik legjobb játékosa. Nagyszerű. Utolsó próbálkozás. Hát ez eddig tart. Most ezzel a lóval megbontom a...
Megzavarom. Megzavarom, mint hízót az olba. Nem láttam. Nem figyeltem, le is szartam egyébként. Jó, már köszönöm szépen, megcsakoztam. Nem érdekel. Megpróbálod újra? Nem érdekel. Rá se akarok nézni. Nem tudom megtámadni. Megedem rá! Vagy valami. Hagyjad békén azt a tollat. Jól szórakozunk, ugye? Az a feladat már rég kész van. Viszont tudnom kell, mikor halt meg félig fej nélküli Nick. Ti a Gryffindorba tartoztok. Derítsétek ki nekem. És utána eljössz a megbeszélésre? Persze, persze, biztos. Ó, az ifjú Harry. Engem keresel? Sir Nicholas, megmondanám, mikor halt meg? Nem emlékszik? Pedig ott volt az 500. kimúlás napomon. Persze, másodikban. Vagyis 1492-ben halt meg. Tudtam, hogy maga nem felejti el, Miss Granger. A halálom dátuma mostanában valahogy népszerű téma lett. Remélem ez azt jelenti, hogy újabb partit terveznek. Sir Nicholas 1492-ben halt meg. Én is így gondoltam. Úgy értette, mert tudtad? A DS találkozó a 7. szinten lesz. Csak a DS találkozóra kell gondolnod, hogy megtaláld a szobát. Oké, ott találkozunk. És hazamegyek és élőbe kis cicázok. Egyébként is éjfélig akartam a live-ot, szóval bocsikolok, de most nem... family friendly, tényleg. Persze, igen. Semmi. Valami csiklandozós mágiát akartam csak ráküldeni a csajra, nem... Ne válva kedávrát, meg ilyeneket. Semmiképpen. Ja. Kis cicák lesznek a bábuk. Hát már van annyi macskák, hogy egy csak táblányi bábuk jöhetne belőle. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet. Innen folytatjuk legközelebb, talán még sakkozunk is. Fú, én addig nem döglök meg, amíg nem látom sírni azt a csajt, érted? De utána, hogyha nem fogod sírva, vagy valami... Na jó, oké. Ez most nagyon mélyen érintett. Hogy lehet ilyen pofátlanul sakkozni? Hogy? Ide hívom haveromat, az profi sakkos. Ő elveri nekem, vagy nem tudom. Na mindegy. Köszi szépen a figyelmet, holnap ismét érkezünk. Igen. Azt hiszem, igen. Azt hittem, igen. A szürke hölgy udvariasabb lesz. Igen. Igen, egy pillanat. Ó, édesanyám, a szervezés. Na mindegy, el kell vinni a... El kell vinni az olajpumpát Kecskemétre. Meg hasonlók. Meg még német havarom így... Utolsó napra még egy mozit akar velem, egy romit. Nem tudom még mi lesz. De igyekszünk YouTube-ra is meg. Ide mindenféleképpen jövök. YouTube-ot meg ki kell találni. Hogy legyen, mikor legyen, mert csak Kecskemétre 3 óra oda-vissza meg minden szarság, szóval... Na jó. Igen. Valami altató zenét kaptok. Már tudom is. Na jó van, köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát mindenkinek, jó pihenést, és holnapra szép napot mindenkinek. Holnap találkozunk, addig is sziasztok!